teljesen támogatom a kormány álláspontját, nem szabad engedni semmit, mert tönkreteszi Magyarországot. A 480 is sem túl jó, de ez egy nagyon jó lépés volt a kormánytól, hogy meghozta. Azért nem 670, meg 800, mint Németországban. A jelenlegi árstop azért az a végfelhasználók részére jó, de nyilván nem lehet ezt az árat tartani. Hát ha ennyi, akkor ennyi. Tehát a 7-800 forintos liter árakkal kell számolni, külföldön sem olcsóbb. A 7-800 forintosnál már meggondolnám, hogy hova megyek. Megfizethetetlen már így is. Már azért gondoljunk bele, már 400 forintos benzinér is fel voltunk 2 éve. Háborodva. Nekünk muszáj, sajnos az orosz olaj. Nagyon más alternatívánk nincs is szerintem. Van ez az amerikai palagáz, de hát kivitelezhetetlen a szállítása is, meg rohadt drága lenne.